A fejes gólok mérkőzése volt a Szolnok kisvárda találkozó, ugyanis a hat találatból 5-5 fejjel szereztek a játékosok. A hazaiak vezetését Kornyutyák még kiegyenlítette, de a fél időt már a házigazda zárta előnyel. A folytatásban újabb két gól szerzett a Szolnok, így kardos találata csak a szépítésre volt elegendő. A kisvárda ezzel ötödik vereség is el a bajnokságban. Nagyon nagy csalódás volt számomra a mérkőzés. A Soproni meccs után teljesen másra számítottam ezen a mérkőzésen is azok a játékosok kaptak zömében lehetőséget. Egy váltás volt a belső védők Rasszűkalsz, hogy kiesett, és a helyére a Sopron ellen ö, pihenő, akkor sérültet jelentő korútyak szerepelt. És ö, a játéka nem is lehetett problémánk, lényegesen többet volt nálunk a labda. Sikerült helyzeteket kialakítani, viszont azokat nem értékesítettük. Az ellenfél pedig pontugásból megvert most minket, ami egyébként nem jellemző a csapatra. Ezen a mérkőzésen egyértelműen lehetett látni, hogy koncentrációs hiányosságok vannak. A tabella élén a 33 pontos gyirmut zárta az őszi szezont megelőzve a 27 pontos Zalaegerszeged és a 26 pontos Budaörsöt. A kisvárda 22 ponttal a hatodik helyen várja a folytatást. Ebben az őszben azért olyan buktatók is voltak, amelyek nem vártak. Ugyanakkor a csapatot keresgéltük, nagyon nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol nem biztos, hogy a legjobb együttes lépett a pályára, viszont meg kellett adni a lehetőséget. Elsősorban a kötelező fiatal szabály miatt azoknak, akik erre jogosultak voltak, másos sorban pedig azoknak, akik addig kevesebbet kaptak lehetőséget, és hát ugye voltak taktikai felállási elvárások is. Ha egy hasonló tudnánk tavasszal produkálni, akkor biztosan elégedettek lennénk. A kisvárda tavasszal tíz idegenbeli mes mellett mindössze ötször lép majd pályára hazai környezetben. A szakmai igazgató elmondása szerint a szünetben érkezhet néhány új játékos a csapathoz, amely január 6-án kezdje el a felkészülést.